A Miskolci Egyetem adott otthont a First Legoli közép-európai döntőjének. 15 csapat érkezett a Borsodi megye székhelyre, Bulgáriából, Lengyelországból és Magyarországról. Összesen 170 versenyző szállt harcba a győzelemért, hogy a legjobbak Ausztriába utazhassanak, ahol az európai döntőt rendezik majd. Egy hatalmas versenysorozat, amely az egész világot érinti. 98 ország 44 ezer csapata és 320 ezer versenyzője vesz részt a First Lego League World Fesztiválon. Szombaton már kora délelőtt feladatokat oldottak meg a Lego robotok a Miskolci Egyetem díszaulájában. Helyére került minden eszköz, ami ahhoz kellett, hogy a versenyzők a legjobban teljesíthessék feladataikat. Rengeteget készültünk, és nagyon sokat kellett összeülni, mi vasárnaponként ültünk össze, és együtt kellett ugye csinálni, kellett a research-öt, meg a robot gémet csináltuk a legtöbbet, a robotjátékokat, azzal gyakoroltuk a legtöbbet. A közép-európai elődöntőben három ország, Bulgária, Lengyelország és Magyarország csapatai mérették meg magukat a robotprogramozás, a csapatmunka és az űrkutatás témakörében. Csapatmunka, csapategység, kutatás és nyilván programozás, robottechnika. Ezekről szól ez a verseny, és ezek mindannyian egyformán fontosak annak érdekében, hogy ezek a csapatok megmutathassák, hogy mit tudnak. Csapatmunka, hiszen együtt egy kutatási témát kell nekik kidolgozni, kutatás, hiszen az űrről szól a dolog. Kihívás, lehetőség az űrkutatásban. És csapategység, mert bizonyítaniuk kell a versenyzőknek, hogy összetartó a csapat. És programozás, mert a robotoknak teljesíteniük kell a pályát, amit a zsűri előírt. Ezek a legfontosabb paraméterei a versenynek, fogalmazott Orosz Tamás. A versenyt megtisztelte jelenlétével Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós is, aki örömmel fogadta, hogy az űrkutatás a verseny idei témája. Hát az, hogy az űrkutatást választják, ez meg nekem egy kimondottan szép téma, és mivel övék a jövő, az ő mostani fantáziájuk abszolút szabad, azt gondolnak világűről, amit éppen ők jónak látnak. Fliegler Péter alpolgármester szerint azért volt kiváló választása a First Lego League közép-európai döntőjét a Miskolci Egyetemen rendezni, mert így minden versenyző megismerheti azt az intézményt, ahol akár diplomát is szerezhet. Itt a Miskolci Egyetemet is meg tudjuk mutatni annak a három országból érkezett fiataloknak, azoknak a három országból érkezett fiataloknak, akik néhány év múlva azon gondolkoznak majd, hogy melyik egyetemet válasszák. És ha ide jönnek Miskolcra, és itt a legjobb képzést kaphatják, ebben biztosak vagyunk, akkor reményeink szerint, és ezért dolgozunk a városban, itt is fognak maradni, és az itteni cégeknek viszik majd azt a magas megszerzett tudást, amelyet az egyetemen elsajátíthatnak. A zsűri számos szempontot vett alapul a feladatok értékelésekor. A legjobb csapatok az európai döntőbe kerültek, amelyet idén Ausztriában rendeznek majd.